Egymás mellett a július 26-án és a néhány nappal ezelőtt készült aszály térkép. Jól látszik, hogy a megye nagy részén már megszűnt a rendkívüli vízhiány, köszönhetően elsősorban az elmúlt hétvége esőzéseinek. A probléma ugyanakkor nem oldódott meg, a régió tavai és folyói továbbra is alacsony vízállásúak, de a talajvízszintet is rendkívül alacsonyan mérik sok helyen. Ez az aszályhelyzet mérséklődött valamennyit, mert az augusztus 20-ai hétvégén jött egy hullámzó ciklon, itt volt csapadék, azonban ennek a csapadéknak az eloszlása egyenlőtlen volt. Tehát valahol 31 mm csapadék hullott, valahol csak 4 mm, de ez átlagban csak 14 mm volt. Ez azt jelenti, hogy ez a csapadék ugye megöntözte a talaj felső 10-20 cm-es sávját. Itt ugye látható az aszálytérképen is, hogy már nem mindenütt rendkívüli az aszály, néhol csak közepes, illetve súlyos maradt. Azonban ez a talajvízszinteket nem tudta megemelni, tehát a folyói kis vízszintje továbbra is megmaradt, csak 1-2 deciméterrel tudott emelkedni, illetve maga ez a helyzet is csak átmenetileg mérséklődött, de hát meg nem oldódott. A legnagyobb probléma továbbra is a nyírséget érinti, ott a talajvízszint körülbelül 2 méterrel van az átlag alatt. A megyében a nyár folyamán 12 kúton mértek úgynevezett LKV-t, azaz történelmi legkisebb vízszintet. Az elmúlt hónapokban a feltöltések ellenére is kiapadt a Rohodi és a Pazarnyi tározó, de más kritikus helyeken is szükség van a vízpótlásra. Az elkövetkezendő napokban, hetekben is csapadék hiányos időszakra számítunk, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudjuk feltölteni teljes körön a tározóinkat. Most jelen pillanatban egyébként egy 50%-os a feltöltöttség, illetve folyóinkon is a kisvízszint marad uralkodó. Az LKV szintet most sehol nem értük el szerencsére, kismértékben felette vagyunk, de hát ez is rendkívül kisvíznek számít. Tehát folytatni kell a munkát. Most attól függetlenül, hogy javult az a szájhelyzet, operatív, a szájvédelmi készültség van érvénybe területünkön, két helyen is, másodfokú a szájvédelmi készültség, és jelenleg is hajtunk végre operatív intézkedéseket, tehát töltjük a Szabolcs-Veresmarty tározót vízzel, illetve Tiszabercel térségébe, mivel a szájhelyzet van, most nem kivezetjük a vizet, hanem a Tiszából visszavezetjük, és vizet pótolunk. Ebben a jelenleg is épülő Tiszatúr tározó már elkészült elemei is segítenek. Ezeken a pontokon ökológiai vízpótlással, napelemek segítségével emelik az alacsonyan fekvő vízfelületeket.